Sóstói Múzeumfalu megalapítása óta fontosnak tartja, hogy a kalendáris évhez kötődő jeles napokat minden egyes alkalommal megtartsa, és itt a Felső-Tiszavidékén nagyon fontos az, hogy farsangtól egészen karácsonyig minden egyes alkalom megjelenjen. A május eseménye sem maradhat ki, nem a munkaünnepét ünnepeljük természetesen, hanem bizony a szerelem kerül a középpontba. Többször van bábszínház, színpadi előadás, népi táncos, jókedvel várunk egy-egy portán vendégeket, és az élő történelem nagyon fontos a mi életünkben, így hogy a tenitónő várja óránként a vendégeket egy-egy látogatásra, egy tanórára, vagy az Árpád-kori faluba íjászattal mutatjuk meg, hogyan is éltek Árpád-korban az előink. Népi elemi iskolai órát tartok a gyermekeknek, de akár a felnőttek is beülhetnek, és egy kicsit visszautazhatnak az 1900-as évek elejére, hogy hogyan is tanultak együtt a gyerekek, a különböző korosztályú gyerekek. Azért vagyunk viseletben is, hogy emberek kíváncsiságát felkeltse, hogy kipróbálja az íjászatot, ide jöjjön közelebb hozzánk, és beszélgessünk velük arról a szép hagyományról, amit mi őrzünk, és szeretnénk tovább vinni a fiatalság felé. Találkoztunk ma is egy olyan kislánnyal, aki az első 3 lövését az 5-ből, egyből a 10-esbe lőtte a legbelső körbe. Nagyon ügyes volt. Én nagyon szeretem azt, hogy el tudom varázsolni a gyerekeket. Be tudom vonni a játékba. Olyan élményt adhatok nekik, amit máshol nem kap meg. Én nagyon szeretem speciál a gyerekeket, gyerekekkel dolgozni, íjáztatni, de nagyon sok felnőtt is érdeklődik e felől, és azt gondolom, hogy a mi egyesületünk kifejezetten arra alkalmas, hogy ezt a régi nemes hagyományt megismertesse az emberekkel, és elevenen tartsa. Ha már a hétköznapokban annyira nem is éljük meg ezeket a hagyományokat, az ünnepeknél ilyenkor mindenki szeret ugye összejönni, egy kicsit visszatekinteni, nagyon jó közösségi programok is szoktak lenni, és ilyenkor egy nagyon jó lehetőség van, hogy a tömegeknek is megmutassuk, hogy hogyan is éltek a régi emberek, hogyan is ünnepeltek, milyen közösséget is éltek együtt. Nekünk fontos az, hogy legalábbis hogy a következő generáció is átvegye azt az életérzést, azt a tudást, amit mi itt közvetíteni fogunk.